akkor én ismét szeretettel köszöntök mindenkit. Próbáljuk akkor azt a hangerőt beállítani az egymással történő megbeszélések keretében is, hogy azért lehetőleg mindenki hallja, amit mondok. Próbáljunk akkor úgy öltözködni, hogy legalább a szünetig kibírjuk. Szünet után úgyis meg fogják rohanni a ruhatárat, és ki fogják venni a kabátot, azt már előre mondhatom. A táblán egy olyan ábrát látunk, amelyik kiegészült bizonyos adatokkal. Erre nem most lesz szükség közvetlenül, de azért időnként majd emlékeztetek rá, ez majd a szünet utáni részhez lesz szükséges. Amit beírtam, azért azt illik elmondani, hogy mit jelent, ne legyen addig se titkosírás. Akik már foglalkoztak az évkörnek a szerkezetével, azok tudják, hogy itt az úgynevezett dekanátusokat írtam be, tehát azokat a részegységeket, amelyek hát átlagosan 10 naponként követik egymást, 3 ilyenből áll össze egy hónapnyi tulajdonságrendszer, és ezek közül mindig az első 10 nap az a tiszta, keveretlen tulajdonságot jelzi, ha a koshavában vagyunk, az a tiszta, keveretlen kos tulajdonságoknak a 10 napja. A második 10 napban ezt a rákövetkező és vele elemi tekintetben azonos jegynek a tulajdonságai színezik át, miután a kos tüzes természetű, tehát a rákövetkező tüzes jegy az az oroszlán, ennek a tulajdonságai színezik át a kos tulajdonságot. Tehát megmarad az alaptulajdonság végig a hónapban, de a második 10 napban már nem egészen kos-szerű a viselkedés a természetben, hanem az oroszlán tulajdonsága hát kezd átütni rajta. És végül a harmadik 10 napban a nyilas, a harmadik tüzes jegy az évkörben, ennek a tulajdonságai válnak hát feltűnőbbé, bár megmarad az alapkos tulajdonság. Most hadd mondjak egy példát. Például mondjuk a következőben, ha valaki április 21-e vagy 22-től 30-áig terjedő időszakban születik, hát az nyilván kicsit piknikus lesz, ha egyéb hát indikációk nem zavarnak be. Általában jókedélyű, nagyon földhöz kötött, szereti az édességeket, szereti általában az érzéki élvezeteket, tehát mondjuk nem nagyon nehéz ráismerni. Ha aki a második 10 napban születik, az már nem ilyen. Az már bizony nyurga lesz, meglehetősen racionális gondolkodású, bármennyire is földhöz ragad, de már jól láthatóan megváltoznak a testi és a szellemi indítatásai, és ezért aztán általában, ha valaki megtudja, hogy hát ez valamikor május első hetében született, hát akkor nem is ér semmit az asztrológia, mert hát ennek most piknikusnak kéne. Nem, a te tudásod nem ér semmit. Nem tudod, hogy közben átment a második dekanátusba, itt már egészen másképp jelentkeznek a bika tulajdonságok. Tehát megmaradnak bizonyos alapjellegzetességek, például szereti, ha cukorral kínálják, de és általában dupla adagot tesz a kávéjába, de azért már alkat alapján nem lehet azonosítani. Már másfajta, és sokkal racionálisabb, sokkal számonkérőbb jellegű, saját magával szemben is, másokkal szemben is. Tehát koránt sem annyira, hogy mondjam, élveteg a világhoz való viszonya, mint az első 10 napban születetteké. A harmadik 10 napban születettek pedig már bizony hajlamosak a begörcsölésre. Hajlamosak arra, hogy túlságosan számon kérők legyenek, már nem szívesen nyilatkoznak meg, tehát nagyobb a gátoltság saját maga felé is, de mások felé is, és nem nagyon szeretik, ha kizökkentik őket a saját gondolkodás módjukból. Tehát egy kicsit már a bak jellegzetességek lépnek előtérbe. Miért lesz ez fontos? Azért, mert van egy olyan végigjárható útvonala az évkörnek, amelyik az egyéni életben nyilvánul meg. Ilyenkor természetesen a kos után a bika, aztán ikrek, rák, oroszlán, ezzel foglalkoztunk bővebben az elmúlt alkalommal, de van a precessziós nagy év, amelyben fordított irányban járjuk be az egyes
Most ugye napfelkelte hely változik, és csúszik vissza-vissza-vissza felé a csillagképek sorozatán, tehát ilyenkor csillagképeken arra szolgatunk visszafelé, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor visszafelé megyek, akkor a kost azt nem a kost tulajdonságoknál fogom elkapni, hanem a nyilas tulajdonságoknál. És amikor Jézus megszületik, az utána még 720 év jelent egy dekanátust. Tehát 720 évig még nem tiszta halak tulajdonság jelentkezik, ott még bizony skorpió tulajdonságok vannak. Tehát azokra kell tudni ráismerni, még utána 720 és 1440 közt még mindig nem tiszta halak tulajdonságok vannak, hanem még rák tulajdonságok. Tehát egész másképp jelentkeznek ugyanazok az alap adottságok a történelemben, és csak 1440 után bontakozik ki a legtisztább halak tulajdonság, megjelennek a templomok tornyán a kakasok, kakas keleti zodiákusban halak jelölője. Tehát onnantól kezdve már nincs más egyéb tulajdonság, amit mérsékelni a halaknak a nem túlságosan kedvező adottságait, mert amíg a rák ezt ugye átszínezi, addig még van esélyünk az önfeláldozó szeretet gyakorlására. Elindul a halaknak a halak dekanátusa, Káin uralkodik a világban. Ugye a halak típusú küzdelem, ezt már tudjuk, ez a Káin-Ábel féle. Itt a Káin törvény, innentől kezdve semmi nem mérsékli. És ha ő mégis önfeláldozásról beszél, akkor hazudik, látszik. Honnan látszik? Mozog a szája. Tehát ezt azért jó tudni, mert a csodálkozás az nem a legszerencsésebb viszonyulás az élethez. Lehet tudni dolgokat. Innentől kezdve Káin diktál. Ezt ki kell bírni. Ez 720 év. Hát ennek még meglehetősen a közepén, második felében vagyunk. De Káinnak az egyik fogása az, hogy állandóan hazudik. Tehát most például azt hazudja, hogy már túl vagyunk rajta. Már a vízöntőben vagyunk. Nem igaz. Így nyugodtan benyúlhat a zsebünkben, nyugodtan ígérhet, amit akar, mert mi azt hiszük, hogy ez már a vízöntő tulajdonságkör, tehát ez nem fordulhat elő, dehogy nem fordul elő, naponta előfordul. Tehát most aztán igazán tombol Káin a világban. Ez annak az időszaka. Na, akkor ennyit bevezetőnek, és mint egy magyarázatként, hogy azért lehetőleg semmi olyat ne rajzoljunk a táblára, amit utólag meg nem magyarázunk, azt hiszik, hogy itt obszén rajzokat rögzönzök a táblán. Tehát ezt a képet láttuk már az elmúlt alkalommal, azt hiszem nem az utolsó volt, de az utolsók között. És arra volt példa, ez a noszvai festett kazettás mennyezetnek az egyik ábrája, és azt próbáltam rajta elmagyarázni, hogy az alul látható bika tulajdonságok, amelyek a lehető legpontosabban jelzik, hogy mi is történik a bikában, egy tavaszi robbanás után, ami a kosban aktualizálódik minden évben, utána lecsengenek ezek az energiák, és elkezdik önmagukat táplálni. Erre mondják, hogy önző, nem önző, hanem öntápláló, önfejlesztő. Tehát önmagát azért kell táplálni, hogy majd mikor eljön az ideje, két hónap múlva, utána legyen miből adakoznia. Szó sincs semmiféle önmagáért való önzésre, akkor van baj, ha benne ragad ebben a tulajdonságban. Akkor tényleg önzéssé válik. Na most innen nem olyan könnyű fölemelkedni, ezt mindet megbeszéltük a múltkor, ahhoz egy bizonyos egyensúlyi helyzetet kell kialakítani, ahol önmagával azonosnak maradhat jó darabig az élet, ameddig az igénye diktálja, ugyanis hiába hozza fölül az áldozatot, ez a pelikánnak nevezett, valójában majd mindjárt utána járunk, hogy milyen madárról van itt szó. Tehát hiába hozza az áldozatot, ha egyszer nem tud biztosítani számára tartós fönnmaradási lehetőséget. Akkor elfolyik az áldozat, mint ahogy elfolyik a víz, amit kiöntenek a sivatagban. Tehát ezek egymást feltételező kettősségek, ilyen a mérleg és a rák, egyszer majd talán eljutunk odáig, hogy megbeszéljük, ezek tulajdonképp misztikus síkon függenek össze, ami azt jelenti, hogy ha én szellemi értelemben rák tulajdonságot, tehát önfeláldozó szeretet folyamatos megnyilvánulását példázom az életemben, akkor misztikus síkon, tehát lelki síkon ennek automatikusan megfelel a mérleg tulajdonság. Ha nem tudom a kettőt összhangba hozni, tehát lelkileg nem tudom biztosítani az egyensúlyt, akkor a család nem lesz család. Hiába hozza az áldozatot az anya, hiába hozza az apa, ha nem tudja lelkileg az egyensúlyt biztosítani. Tehát a legtöbb mai család azon esik szét, mert lelkileg nincs ez az egyensúly, és a gyermek nem érzi otthon magát.
ha a pedagógus jobban tudja lelkileg kondicionálni, tehát ezt az egyensúlyt biztosítani, ennek voltam tanúja, pontosabban még eszközlője is, akkor az a furcsa eset áll elő, hogy a gyerek még betegen is jön az iskolába, eltitkolja a betegségét, mert az iskolában érzi otthon magát. És akkor csak arra kell vigyázni, nehogy a szülő megbosszulja ezt a gyereken. Mert bizony erre is van példa, a szétesőben lévő családokban már nagyon gyakran előfordul, hogy a gyerek menekül otthonról, és ha egyszer az iskolában kapja meg ezt a lelki egyensúlyt, akkor oda menekül. Tehát nemhogy beteget jelentene és otthon maradna, dehogy is. Éppen az, hogy beteg és mégiscsak egészségest jelent, hogy jöhessen az iskolába. Most ez hihetetlennek hangzik, de bizony volt rá példa. Na, minden esetre ezt feltétlenül jegyezzük meg, hogy ez a kétféle tulajdonság, ez szorosan függ össze, és ilyenkor, ha a szellemi értelemben történik az önfeláldozás, akkor óhatatlanul szükséges, hogy megvalósuljon a lelki egyensúlyteremtés. Ha viszont szellemi értelemben van egyensúly, akkor ott előbb vagy utóbb az önfeláldozás lelki síkon be fog indulni. Erre szoktuk mondani képletesen, hogy ha a világegyetemben valahol létrejön az egyensúly, tehát egy fészekszerű egyensúlyi helyzet alakul, előbb vagy utóbb a pelikán bele fog költözni. Persze ez az a pelikán, nem az, amelyik a állatkertben van a ketrecében, hanem az, amiről itt beszélünk. Na, minden esetre egy egymás feltételező kettőségről van szó. Na most nézzük meg akkor, hogy valójában milyen madárról van szó, hiszen az elég jól látható, hát ezt már megbeszéltük a múltkor, hogy itt nem a gödény, tehát nem az, aminek hosszú csőre van alatta nagy tasak, annak az egészen más a testszerkezete. Két alapvető típusa van annak az úgynevezett pelikánnak, amelyikkel mi a hazai hagyományban találkozunk. Az egyik egy sasból alakul ki, a másik pedig egy hattyúból alakul ki. Mind a két típus megjelenik, honnan tudjuk, hogy sasból, onnan, mert ugyanebben a kazettás mennyezett anyagban ott van az úgynevezett kétfejű sas, és jól lehet látni, ugyanaz a madár típus. Tehát ha kétfejű sasnak rajzolom, akkor egy egyensúlyi helyzetet ad. Ezt majd fogjuk látni szünet után, nem akarok lelőni itt poénokat. És ennek, ha az egyik feje az visszafejlődik, a másik ugyanannyit nő, akkor előbb-utóbb eljut egy olyan végponthoz, amikor visszakanyarodva önmagához nem tud tovább menni. És akkor kapom meg, természetesen akkor a teste sem maradhat függőleges, megbillen, a két láb erre az oldalra jön, a két szárny erre az oldalra, tehát egy szimmetrikus helyzetből egy végletes helyzetbe kerül át. Akkor érkezünk el a nyári napfordulóhoz. Ezt mindjárt képről képre fogjuk követni ezt a folyamatot. Tehát ilyenkor a kétfejű sas fokozatosan válik ezzé, amit mi pelikánnak nevezünk. Na, itt ennek látjuk példát, ennek a folyamatnak. A kétfejű sast most nem vetítem, fogok én még vetíteni a szünet után ilyet. Tehát ő a pelikánunknak a zoológiai, illetve hát ornitológiai, tehát madártani megfelelő. Kérném a következőt. Most hol van viszont az őse? Tehát nagyon nem mindegy, hogy én hol találom meg egy nagyon gyakran, sőt, hát feltűnően gyakran ábrázolt, és mind a két nagy felekezetnek körében kitüntetetten fontos ábrát, ezt az úgynevezett pelikánt, hol találom meg ennek az ősét? Na most, ha ez a kereszténységnek a mainak is mind a két fővonulatában, tehát az úgynevezett protestánsban és az úgynevezett katolikus vagy római vallásban, mind a kettőben főszereplő. Tehát itt nincs ilyen, hogy de csak az egyikben, vagy de csak a másikban, nem így van, mind a kettőben. Fogom is mutatni a példáit a katolikus liturgiából is. Mind a kettőnek ugyanaz a gyökere. És ha én azt mondom, hogy jelenleg, ugye bármelyik vallás felekezetet veszem, ennek az összefoglaló neve az judeokrisztiánizmus. Tehát egy összetett megjelölése van, ebből általában a judeót leszokták spórolni, de azért mindenki tudja, tehát ha az ember megkéri, hogy pontosítsa, akkor természetesen hozzámondja, és aztán csak mentegetőzik, hogy hát csak mert túl hosszú lett volna, azért nem említette, hogy nem, egész más miatt nem emlegeti, de lényeg az, hogy judeokrisztiánizmus a teljes neve.
Teljes joggal várjuk tehát, és ez tényleg nagyon fontos, hogy végig gondoljuk, teljes joggal várjuk, hogy ennek az ennyire fontos jelképnek a gyökereit mi akkor ezek szerint az ószövetségi zsidóságnál megtaláljuk. Megtaláljuk? Hát tessék keresgélni. Én nem találtam meg, körülbelül 20-25 éve keresem. Pelikán egyetlen egyszer előfordul, hogy teljesen más összefüggésben, és jól érzékelhető, az tényleg gödény. Tehát ott ilyenként jelenik, meg abszolút lényegtelen, jellegtelen helyzetben, semmi köze nincs ehhez a tulajdonságrendszerhez. Tehát egyszerű az eset, az ember ezekben a bibliai lexikonokban gyakorlatilag a vesszőkre is talál valamit, a Ó és Új Szövetség szövegéből, tehát mindent magyaráznak, mindenre van valamiféle, hogy mondjam, csak adat. A pelikára tessék utána nézni, nekem semmit ne higgyenek el. Én bizonyos tényeket megmutatok, és a hozzá eddig szerzett tapasztalatokból azt, amit úgy vélem, hogy ide kell mondani. Na most ez viszont teljesen egyértelműen ide szól. Itt egy nagy baj van, hogy ez jól láthatóan, gondolom ismerjük is, ez bizony a szkíta műveltségből való, és még nagyobb baj, hogy az a isteni személy, aki Jézus Krisztusban földre érkezett, még 400 évet legalább várat magára. Ez már legalább 400 évvel korábban megfogalmazódik, aranyba fogalmazódik meg, ráadásul olyan lószerszám díszként, most már nem szerszámnak dísze, hanem a ló homlokán helyezkedett el, ami azt jelenti, hogy kétféle vonatkozásban is rendkívül fontos. Emlékszünk még, hogy a ló ebben a rendszerben hol helyezkedik el? Ez a nyilasnak a megfelelője. Tehát ez azt jelenti, hogy mint csillagkép, ő jelöli ki azt az irányt, amin keresztül mi a saját tejútrendszerünk központja felé látnánk be, ha odáig ellátnánk. Tehát azt az irányt, amelyik irányból egyenes úton a teremtő jellegű erők érkeznek be hozzánk. Tehát ez kitünteti a többi, ezek most nem évköri egységekként szerepelnek ilyenkor, hanem csillagképekként, tehát térbeli egységekként. A másik viszont, ami kitünteti és csak számunkra tünteti ki, az micsoda? Hát az, hogy bennünket bizony a ló népének tartanak, mióta egyáltalán mundán asztrológia létezik a világban, soha máshová magyart nem sorolták. Tehát ennek a tulajdonságnak a letéteményese nemzeti mi voltában. Tehát ha valaki vállalja a nemzetiségét, akarja, nem akarja, ezt a tulajdonságrendszert is vállalja vele. Nem árt, ha tud is róla. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi számunkra nem mindegy, hogy egy ennyire fontos közlés, ezt mindjárt fogjuk elemezni, az pontosan egy lónak a homlokán van, tehát a szellemiségét ez határozza meg. Ezt látják először belőlem, ha lóháton megjelenek valahol. Ezzel érkezem, ez az az üzenet, amivel beérkezem a történelembe. De ne felejtsük el, egy-egy ábrának hát hogy mondjam, a tartalmi vonatkozásait nem szabad elválasztani a funkcionálása helyétől. Tehát, hogy hol szerepel a társadalom életében, tehát mennyire jelentős tárgyféleségen, annak melyik részén, vagy esetleg élőlényen, annak melyik részén. Nem mindegy, hogy valami a farhámon van, vagy a szügyellőn van. Hogy most nagyon drasztikus példát vegyek. Tehát magán a lón sem mindegy, hogy hová teszem azt a díszítést, az pedig, hogy egy emberen mondjuk övcsaton jelenik-e meg valami, vagy pedig valami másféle, hát kapcsolata van a személlyel, ezek nagyon meghatározzák ám, hogy mennyire fontos a mondani valója annak a úgynevezett díszítménynek, amelyről ilyenkor beszélünk. Na most volt idő, hogy megnézzük. Ennek a nyilvánvaló ragadozó madár. Ha ragadozó madár, miután indoeurópai kutatók szoktak elsősorban bűvészkedni velük, tehát az azonnal sas. Ez természetes, mi lehet más, hiszen indoeurópai uralkodó családok, azok általában sast kultiválják. Most ehhez annyit hadd mondjak hozzá, hogy mi úgy nagyon-nagyon bevesszük ám ezeket a cumikat. Nem kellene ennyire bevenni. Tehát például, ha megkérdezem, hogy János evangélistának a szimbóluma az milyen madárféleség? Sas. Ez azért érdekes, mert a sast nagyon könnyű megkülönböztetni mondjuk a sólyomtól. Azt tudjuk, hogy nekünk a történelmünkben meghatározó súlya van a sólyomnak, mégpedig a sólyom egy bizonyos fajtájának, a turulnak. És a turult miről ismerik föl, hogyha
mondjuk egy eléggé nagy és eléggé tagolt ábrázolását látjuk. Miről ismerik meg? Egyértelműen azonnal azonosítani lehet. Az úgynevezett sólyomfogról, igen, mutatják már a sólyomfogról. Tehát ha egyenes a ragadozó madár csőrének, a felső csőrének az alsó része, akkor az egyértelmű, hogy nem lehet sólyom. Ha viszont van egy ilyen fogra emlékeztető kis hegyes kiálló része, az egyértelmű, hogy az semmiféleképp nem lehet. Na most, ha vissza tudnak emlékezni, már volt itt szó Velemér templomáról. Ennek még ráadásul a készítője, valószínűleg az építője is, de a kifestő mestereit úgy hívták, hogy Aquila János. Az Aquila tényleg sast jelent. Aquila a hivatalos elnevezése Szent János evangélista, hát úgynevezett állatszimbólumának. Ott ő ezt meg is festette. Mit tetszik gondolni, annak a nagy ragadozónak van sólyomfoga vagy nincs? Van bizony. Tehát 1380-as években Magyarországon egy nagyon kiváló felkészültségű festőművész, aki ráadásul a saját nevében a sas elnevezést őrizte, Szent Jánosnak, az evangélistának a szimbólumában egyértelműen sólymot jelenített meg. Valószínűleg ő volt az, aki rosszul értesült. Ezeket azért kell felszínre hozni, mert